Két Kárpátaljáról menekült családot fogadott be a Szombathelyi Egyházmegye. Szombathelyen az Annunciáta nővérek egykori rendházában nyújtanak számukra elhelyezést. Az épületben található szobákat az egyházmegyei Karitász munkatársai takarítják, illetve rendezik be bútorokkal. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász jelenleg az egyházmegyében 20-22 családot tud elhelyezni. Ebből körülbelül 14-15 család Szombathelyen, és akkor jelentkeztek Sárváron befogadó családok. Szombathelyen is van egy család, aki felajánlott egy háromszobás lakást, valamint Szombathely Megyejogváros önkormányzata a mobházat biztosította számunkra. Három szobát kaptunk meg ma reggel, és ezeket is a családoktól kapott matracokkal már mind igyekeztünk felszerelni. Sőt, felhúzatolt ágynemük is várják már a vendégeket, tehát ha bármelyik pillanatban most tudomásunkra jut, hogy Szombathelyre megérkeznek családok, akkor már mindenkit felhúzatolt ágyneművel, szobával, meleg szobával és ételekkel tudjunk várni. Vannak olyan vállalkozók, akik menüétkeztetéssel foglalkoznak, és ebédeket ajánlanak fel. Ez nagyon jó, mert így vannak olyan helyek, ahol tudnak főzni, a családjaink vannak ott, ahol csak melegíteni tudnak. Tehát, hogyha egy meleg ételt kapnak, ez azért nagyon fontos, mert majd minden család 2-3 gyerekkel érkezik. Azaz nem is beszélhetünk családról, édesanyákról beszélhetünk. A Karitász Hollán Ernő utcai épületében közben folyamatosan érkeznek a felajánlások. Élelmiszerek, matracok, takarók, gyermekholmik, játékok. Szombathelyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportja is aktívan közreműködik a gyűjtésben. Ők a szervezet Margaréta utcai központjában várják a lakossági felajánlásokat.